A légzés talán az egyik legfontosabb anyagcsere folyamat, mert ennek segítségével jut elegendő oxigénhez az ember, az ember teste. Életünket is, legalábbis anyám testén kívül a legelső belégzéssel kezdjük. Amit úgy szoktak mondani, hogy mit csinál a baba? Felsír, pontosan. Mert a vérében a szüléstől ugye megszakad a kapcsolat az anyavérével, felszaporodik a széndioxid, és ez kivált egy mély belégzést. Na most ti is kerülhettek néha ilyen állapotba, és nem feltétlenül azért, mert unalmas órát tart valaki, hanem például a szünetben nem szellőztettek, elfogy a megfelelő mennyiségű oxigén, akkor ez kiváltja az embertől a mély belégzést, amit úgy nevezünk, hogy ásítás. Igen. Tehát ezt lehet tudatosan szabályozni. Jogázott-e már valaki? Így van. Na most a jógázást, ha valaki rendesen meg akarja tanulni, az egy 6-8 éves folyamatos tanulás, abból az első két év arról szól, hogy levegőt venni tanul meg valaki. Ami arról szól, hogy a tüdődnek három részre osztja a tüdő csúcsára, a tüdőre és az aljára, és azt tanulja meg, hogy belélegzik, átmossa a tüdőt, és úgy fogja kifújni. Tehát egy nagyon fontos folyamatról van szó. Túl vagytok-e már a légzőmozgásokon, belégzés, kilégzés? Na, akkor ehhez szeretnék egy kis bemutatót tartani. Ez egy régi modell, de nagy szeretettel csináltuk nektek azért, hogy ezt könnyen meg lehessen érteni. A modell szót, ha halljátok egy természettudományos laborban, akkor nem a top modellekre kell gondolni, hanem azokra az egyszerű szerkezetekre, ami egy jelenségnek a lényegét próbálja megmagyarázni. Ha én azt mondom, hogy ez egy tüdőmodell, akkor biztos senkinek nem jut eszébe, hogy csak belerágni vagy megnézni mikroszkóp alatt, pedig ez tökéletesen fogja majd mutatni a légzőmozgásokat. Elmondom, hogy készült ez a modell, az a neve, hogy Donders-féle tüdőmodell. Kellett hozzá találnunk egy ilyen lyukas, aljú, nagy üvegbúrát, és ez, ahogy látszik, vízbe merül bele. Na most ez jelképezi tulajdonképpen a mellkast, a víz pedig a rekeszizmot. Ebbe illesztettünk bele úgy egy üvegcsövet, amire rá van erősítve egy közönséges gumikesztyű, ez nem jódos, ez tiszta, tehát ezt még senki nem használta, és ez csatlakozik egy üvegcsővel, és ezzel a gumidugóval pontosan érintkezik és illeszkedik, ezt most megpróbálom ide bele küldeni, és így tulajdonképpen egy olyan zárt rendszer jön létre, ami a környezettel csak egy üvegcső segítségével találkozik. Na most, elmondom, hogy mit kell majd látni. Hogyha én megemelem ezt az üvegbúrát, a víz nem tudja követni, a víz szintje ott marad. Ennek következtében megnő a térfogata, viszont ha a térfogat nő, akkor a nyomás csökken, és a levegő beáramlik. Ha ott kevesebb a levegő, az kívülről fogja pótolni. Ha én visszaeresztem, kicsit lassan működik, de látható, ha visszaeresztem, csökkentem a térfogatot, a nyomás nő, és a levegő kiáramlik. Na most egy kicsi vizet még, hogyha így utána küldök, jó, akkor nézzük, hogy hogy is fog ez működni. Igyekeztem úgy beállítani a kamerát, hogy látszódjon, hogy a kesztyű laposból hogyan fog megváltozni. Tehát nézheted magát a modellt, nézheted a kivetítőt, többször meg fogom ismételni. Nézzük csak meg! Ugye látszik? Visszaengedem, na ez látszik rosszabbul. Sokkal lassabban megy vissza. De hogyha hagyom, akkor szépen már kezd összeesni, ugye? Látszik, ott is látszik. Hát mondjuk, ha ilyen sebességgel vennénk levegőt, akkor biztos nem virgonckodnánk. De régebben egy, már itt nem találom, egy ilyen pici lufival csináltuk meg, azt hiszem, te úgy láttad, és az sokkal kevésbé látszódott. Ezt most így gondoltuk, hogy sokkal látványosabb. Ha jöttem, visszaengedem, akkor pedig összeesik. Megemelem. Még hallani is visszaszok, ugye? Még utoljára, és visszaengedem. És amikor majd visszaengedem, és itt marad egyedül magában,
akkor látszik, hogy teljesen össze tud esni. Tehát gyakorlatilag azért tudja modellezni a tüdő működését, mert ennek a gumikesztyűnek sincs saját izomzata. Csak azt csinál a gumikesztyű, amit a környezetében a fizikai változások hoznak, és azt fogja követni. Ugyanilyen a tüdőnk is, ahogy megnéztük, nincsen önálló izomzata, tehát követi a mellkasnak a mozgását. Na most itt a legfontosabb, ami működik, az a rekeszizom. A rekeszizom, aminek az a lényege, hogy beboltosodik a mellüregbe. Ha ez az izom összehúzódik, ez azt jelenti, hogy a nagysága csökken, tehát ez így le fog süllyedni. Ennek következtében ennek a térfogata meg fog növekedni. Ha a térfogat nő, akkor jön az, hogy a nyomás csökken és a levegő beáramlik. Nézzétek meg egész.